töltötte kolbászt, készült toroskáposzta és hurka is a 11. lápi disznó toroson Nagyecseden. A böllér versenyen minden csapat a legjobb tudása szerint szabály nélkül dolgozhatta fel a sertéseket. Az elkészült ételeket végül szubjektív szempontok szerint értékelte a zsűri. 11. alkalommal rendezik meg Nagyecseden a Lápi Disznótoros Fesztivált, és el kell mondjam, hogy most minden idők legnagyobb részvételével büszkélkedhetünk, hiszen 22 csapat nevezett be a rendezvényünkre. Annak idején 11 évvel ezelőtt mi egy ilyen családi, baráti indítatásból rendeztük meg ezt a Böllér Fesztivált, Lápi Disznótorost. Ugye nálunk minden lápi, hiszen az ecsedi lápon vagyunk. Lápi a fesztiválunk, lápi a disznótorosunk, lápi a farsangunk, minden lápi. Hiszen kevesen tudják, hogy Nagyecsed, az ecsedi láp, a valamikori ecsedi láp az a Balatonnak a kétharmadát tette ki, ezért mi próbálunk ezen a téren is a hagyományőrzők lenni. A verseny idén nemzetközivé vált. A jelentkezők között három testvérváros is képviselte magát. Kettő Romániából, egy pedig Ukrajnából. A hagymás vértől a tárcsás húsig minden sertésétel készült Nagyecseden. Az a fajta közösségi élmény, az embereket elhozzuk, megismerkednek, barátkoznak, megmutatják a tudásukat a gasztronómiában, a kolbász ízesítése, a hurka ízesítése, a szalonna pácolás a technológiában. És itt a gasztronómia is benne van, hogy mi magyarok egészséges élelmiszert, jófajta disznóhús szeretünk enni, ez rajtam látszik is egy kicsit, a csirke mellett nem nagyon toleráljuk. De azt gondolom, hogy ilyen alkalmakkor felelevenítjük azokat a szokásokat, ahogy a beszédemben is mondtam, hogy valamikor a vidéki ember télre meghizlalt egy disznót, levágta, körbehordta a rokonságnak kóstoló formájában, végén alig maradt otthon, de ugyanígy visszavárta, közösségi élmény volt rokonokkal, barátokkal. A lápi disznótoros az elmúlt években a térség egyik legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát, amely minden évben egyre több látogatót vonz Nagyecsedre.